Réi felküzdi magát a Jedi lépcsőkön. Amint meglátja, hogy Luke a szakarék megközelíti őt. Lebegő sziklák gyengéden a földre ereszkednek, amint Réi felé nyújtja a fénykardját. Luke hosszasan rámered, miközben elveszi. Mintha csak egy rég elvesztett családtagot látna. Köszöntik egymást. Köszönöm, Réi. Végre itt vagy, ahová tartozol. Réi habogva válaszol. Te vagy Luke, Luke Skywalker, a Jedi Mester. Az voltam egy koron, anyarogja Luke. Ré egy pillanatra meghőköl, a szemeit könyfúria fedi el. Ő is ezt mondta, Hán! ugyanezt mondta, mikor vele találkoztam. Hán, tudom. Miközben közelebb lép a lányhoz, egy könycsebb csordul végig az arcán. Semmit sem tehettem volna. Erről a szigetről mindent nem befolyásolhattam, Hant nem értem -e el. Ré rámered. Szemei milliónyi kérdést szegeznek Luke-nak. Befolyásolni? Luke elmosolyodik. Mit gondolsz, miért jöttem erre a szigetre? Ré szemei elkerekednek. Épp mielőtt újabb kérdésekkel bombázhatná a Jedi mestert, egy női hang kiáltását halljuk a távolból. Luke? Luke? Luke rére kacsint. Egy szép, középkorú nő közeledik feléjük. Két gyermek követi, egy hét éves lány és egy nyolc éves fiú. Rény megpördül, megdöbbenve. Gyorsan újra a mosolygó lúk felé fordul. Most már tudod, hogy miért maradtam itt? Kisé elfoglalt voltam. Ré is elmosolyodik. Lúk visszaadja neki régi fénykardját. Tessék, én már nagyon régen csináltam egy újat. Neked pedig szükséged lesz rá, mondja, miközben Ré átveszi tőle a kardot. Lúk felesége, Ódra, közeledik. Egy mosolyjal köszönti Rét, aki nem találja a szavakat. Ódra, ez az a lány, akiről meséltem, akit én hoztam ide, a neve Réj. Hello, Réj, kezdi a nő, nagyon örülök, hogy megismerhetlek. Ezek a gyermekeink Tias és a Huga Kay. Réj a két aranyos gyermekre mosolyog, miközben Ódra folytatja. Csatlakozol hozzánk vacsorára? Réj, mint aki engedélyt kér, lúkra mered a Jedi Bólint, amire Ré is gyorsan reagál. Igen, köszönöm. Ahogyan Luke kunyhúja felé haladnak, Ré gyors hadarásba kezd. Luke, a testvéred, lej a tábornok küldött ide, hogy megtaláljalak. Szükség van rád az ellenállásban, most, rögtön. Artú Dituval és csubakával érkeztem a... De Luke félbeszakítja. Az ezer éves folymon, tudom, láttam. A sziget túlsó végében landoltatok. Nincs sok időnk, folytatja Ré. De, de igen, ami azt illeti, van. 90 nap lementénk van, hogy felkészüljünk a támadásra. Beszéltem lejával, tudja. Az ellenállás biztonságban van, egyenlőre. Réi bizonytalanul tekint lúkra. A férfi megfordul, bekapcsolja a zöld fénykardját, és Réi felé lép. Réi, a dzsákún, a menekülésed. Sosem kérdezted meg magadtól, hogy képzetlenül hogyan tudtál olyan mesterien manőverezni a falkonnal, és kicselezni azokat a tájokat? Hogy hogyan sodort a véletlen nem sokkal később hánhoz és csúihoz? Ré összezavarodottan nézi őt, majd bekapcsolja a kardját, amint Lúk rátámad. Párbajoznak beszéd közben. Azért tudod, hogy hogyan vezesd a falkont, mert én tudom vezetni a falkont. Legyőzted Kylót a Starkilleren, mert ott voltam veled, segítettem a képzetlen elméd. Ez egy régi trükk, amit Jedi mesterek alkalmaztak, hogy segítsék a padaványaikat a tanulásban. Tapasztalatlan vagy. Szerencséd, hogy élsz. De nem soká készen leszel. Nem soká nem lesz szükséged a segítségemre. Ne aggódj, ha eljön az idő, nélkülem is le tudod majd győzni Kylo rend. Ré gyorsan visszavág. De éreztem magamban áramolni az erőt, mint egy hatalmas hullámnyi érzelem és erő, ami segített, igen, és én voltam a közvetítő. Csaltunk. Legközelebb talán nem leszel ennyire szerencsés. Luke megpörgeti a fénykardját, miközben elhátrál. Most támadj rám! Adj bele mindent, amit csak van, mondja mosolyogva. Réi beleegyezően nekiront. ront. Luke egyetlen mozdulattal lefegyverzi a lányt, aki elesik és a fűben landol. Fekve folytatja a mondandóját. Snoke, az első rend legfőbb vezére, ő... Luke kikapcsolja a kardját, és kezet nyújt Rének. Tudok Snoke-ról, nekünk múltunk van. Biztonságban van a bolygóján, a szakrumon, akár csak én, az enyémen. A bolygójából sugárzik az erős sötét oldala, ahogyan az enyémből sugárzik a fény. Az elmúlt korok két bolygója, ellentétben a mai napig. Mindkettőt elrejti az erő, engedély nélkül pedig megközelíthetetlenek. Volt egy tervem, egy nagyon hosszú csel, de veszítettem. Csak egy módja volt annak, hogy áthatolhassunk Snook védelmén. kylo ki kellett képezni a jó oldalban, akár csak a sötétben, de elvesztettem őt. A kémen volt, de végül túl gyengének, túl önkényesnek bizonyult, hogy ellenálljon a sötét oldal csábításának. Luke réjre mered. Van egy érzésem, hogy te nem leszel az. Luke újra bekapcsolja a kezében a fénykardot. Készen állsz, mondja egy filmos ujjal, és támad. Hux tábornok a gigantikus csillagromboló az Ostrom kilátó fedelezetén áll. Miközben a világűrbe mered, a háta mögött megjelenik Snoke legfőbb vezér holografikus arca. Hux informálja őt, hogy Kylo Ren Mustafári lábadozása hamarosan véget ér. Az első számú céljuk még mindig az, hogy megtalálják Luke skywalker és az elrejtett bolygót bármibe is kerüljön. Hux megerősíti snoke hogy a kompjúdroidjai folyamatosan dolgoznak a bolygó lehetséges koordinátáinak kiszámításán. Darth Vader egykori kastélyában a Mustafáron, egy félig önkívületben lévő Kylo Ren Vader egykori baktatankjában lebeg. A folyadékban elmerülve orvosi droidok lebegik körbe őt és az arcát, mint apró ebihalak. Majdnem minden elhalt szövet helyét biofémanyagra cserélték le. Az egyik meridroid egy új szemgolyóval úszik Kylo arcához. Ahogyan a droid az üres szemgolyójába tolja a mesterséges szemet, Kylo fájdalmasan felüvölt. Vörös buborékok robbannak ki a lélegeztető maszkja alól, és úsznak a baktatartály teteje felé. Kylo előtt megjelenik Snoke hologramja, aki ledorgálja őt. Kylo nem teljesen rögzített új szeme körül vérszivárog. A tank megdől, és a véres bakta lassan leereszt. Sérült teste a földre hullik. Az Acton, Ré, Csuvi és Artuditú Lúk családjával vacsoráznak. Ódra arról mesél, hogy hogyan ismerte meg Lúkot. Ré nagyon élvezi eddigi életének az első családi estéjét. Nevet a gyerekekkel, az egyikük még az öribe is ül. Elmondja Lúknak, hogy megérti, miért akarta hátrahagyni a háborút és egyszerű életet élni. Aggódik, hogy mi lesz, ha Kylo megtalálja a bolygót. Luke egy fuvolával játszadozva válaszol. Semmit sem tehetek az ellen, hogy Kylo megtalálja ezt a szigetet. Réges-rég előre láttam. Meg kell állítanunk, megpróbálja majd elpusztítani, Luke közbeszól. Ray, van valami, amit nem értesz. Amint megtalálja ezt a bolygót, itt ragad. Ez a bolygó egy csapda, és ez a sziget a csali? Mikor eljön, készen állunk majd. Én pedig megölöm, mondja elszántsággal Ré. Megteszem, amit meg kell tenni. Lúk türelmesen tovább magyaráz. Nem ölhetjük meg. Felesleges lenne. Ha meghal, a sötét oldal létrehoz helyette valaki újat. Talán valaki még erősebbet. Csapdába kell ejtenünk őt itt, ezen a szigeten, és itt tartani. Hogyan? kérdi a meghökkent Ray. Új tervem van, mondja Lúk. Addig is kiképezlek. Rébúlint. Mégis mi ez a hely? Mi ennek a bolygónak a neve? Nem igazán van neve, és ennek oka van. Ez a bolygó nagyon gazdag az erőben. Ez az a hely, ahol a 66-os parancsot követően a megmaradt Jedi-k meredéket kerestek. Sok Jedi élt itt és halt meg, békében és elrejtve, távol a birodalom elnyomásától. Ez az a hely, ahol az erő kezdődött. És ez az a hely, ahol valószínűleg véget is ér. Az ostrom szenzorai egy hatalmas darab űrszemetet jeleznek. Egy régi, korelliai teherszállító roncsai azok. Hux arra utasítja a tisztjeit, hogy ignorálják. De ahogyan a roncs közelebb sodródik, az egyik tiszt jelzi, hogy több hőforrást észlel a roncs fedelzetén. Hirtelen Pó, Finn és egy rajnyi X-szárnyú vadászgép kitör a roncs kiürített hajótestéből. Hux azonnal tájfájtereket küld az X-szárnyúak csalfa támadása ellen, amiből hatalmas csata bontakozik ki. A csata közepette Pó a birodalmi színekkel álcázott bb et kilövi az ostrom egyik hőelvezető nyílása felé. bb t bejut a hajóra, és kutakodni kezd. Most, hogy bb t az ellenséges hajón van, lej a tábornok visszavonulásra utasítja a vadászképeket. Épp amint Hux erősítést küldene, az x eltűnnek a hiperűrben. BB-8 keresztül kasul -gurul a hajón, míg meg nem talál egy szobát, ahol kompjúdroidok próbálnak visszafejteni hiperűr koordinátákat ebben a szektorban. Áktót keresik. A droid egy kódolt üzenetet küld lejának, informálva őt arról, amit talált. Pú figyelmeztetni akarja Rét és Lúkot, de Leia arra utasítja a droidot, hogy töltsön fel a hamis koordinátákat az ostrom navigációs számítógépébe, hogy időt nyerjen. BB-8 megteszi, és az első rend hajója elugrik egy ismeretlen szektorba. Leia megnyugtatja Pót. Ne aggódj, pontosan tudom, hogy hová küldtem őket. Mindeközben Snók a bolygóján, a szákrumon lábadozik. Egy zselatinszerű, anyamire emlékeztető eszközben inkubálódik, amit egy komputerizált félgömb tart össze. Úgy kúszik, mászik ki a még friss burkából, mintha csak most születne. A szolgálói gyorsan ruhákba öltöztetik a törékenynek tűrő testét, és az életben maradáshoz fontos gyógyszereket adnak be neki. Snook második tanítványa, a Javin 80 honos melódiafajhoz tartozó nő, Dathan Naut megközelíti őt. Snook egy legyintéssel elleneküldi az üreit. A nő a vibrokardjával kíméletlenül megküzd velük és legyőzi őket. A rövid összecsapás után meghajol Snooknak, aki mosolyjal az arcán megtapsolja. Készen állsz a tréninged következő lépcsőire utaz a Mustafar bolygóra, és tartsd szemmel Kylo rend. A tanítvány az áramvonalas, juharfa levél formájú űrhajójába a prelbe pattanva útnak indul. Az Achton, Réj és Lúk egy füves dombon egy hegycsúcs felé gyalogolnak. Mutatni akarok neked valamit. A csúcsot elérve megpillantanak egy aranyló templomot, az első Jedi templomot. Réj tátott szájjal lép be, a templom falait ősi Jedi hieroglifák is piktogramok ékesítik, Jedi és Sith csatákat felelevenítve. Luke egy nagy homokórához lép, és megfordítja. Ahogy mondtam, 90 naplementénk van, amik támadnak. Ha mikor az utolsó homokszem is lefolyik, mi nem vagyunk a parton, akkor elkéstünk. Ré megkérdezi, hogy Luke hogyan ismerheti így a jövő eseményeit. Ez a templom maradt otthont egy ősi erőérzékeny történészekből és feljegyzőkből álló csoportnak, a Knidnek. Lúk felhívja ré figyelmét a falakba vésett csatákra, amik ezer nemzedékre mutatnak vissza, és mindent hieroglafikus formában rögzítenek. Réi tanulmányozni kezdi őket, és ahogyan követi az időegyenest, döbbenten látja saját magát, amint átnyújtja róknak a régi fénykardját. Te tudtad, kezdte, míg Luke elmosolyodott. Tudtad, mert ők tudták. Néhány centivel odébb Ré megpillantja egy nagy csatának a képét. Három Jedi csap össze, hét fekete lovaggal. Hamar rá eszmél, hogy ez a támadás az, amire Luke utalt. Ré megérinti a rajzot az ujjaival és követi a mélyedéseket. Látlak téged és magamat, de ki a harmadik a mi oldalunkon? Nem mi vagyunk egyedül, akik érzik az erőt ezen a szigeten. Ré tekintetét látva Lúk folytatja. Már úton van. Réj körbenéz a templomban, ahol számos erek a padlót és a falakat. Fegyverek, páncélok, sisakok és egy pár jetpack. Réj lelkesen odarohon az egyikhez. Egy jetpack? Használtam egyszer egyet a Jakun. Kié volt? Ahogyan mondtam, ez egy menedék volt. Sok harcos hagyta hátra a felszerelését itt, válaszolta Lúk, mielőtt arra kérte a lányt, hogy térdeljen le egy díszes párnára a csarnok közepén. Lúk levesz a falról egy kígyófej formájú aranyfejdíszt és réjre helyezi. A térdeplő réjjeli helyez egy jedi holokront. Arra kéri, hogy meditáljon, és ugorjon fejest a résbe, amit az erő nyit előtte. Lúk réj erőérzékenységét teszteli. Amint koncentrál, Ray teste akár csak egy gyertyalángja, vibrálni kezd a létezés és a nem lét között. Lúg szemei kikerekednek, de nyugodt marad. A szavaival kísíri rét az útján. Hirtelen réi egy platina trónon találja magát egy nagy citadellán. Testét pazar aranypáncél díszíti. Szemeiből vörös fény árad. Egy hirtelen robbanás a citadella felét elsöpri. Az épületet jedi lovagok támadják. Réi megérint egy közeli holokront, ugyanazt a holokront. Luke megtöri a látomást, Réi zihálva zuhan vissza a valóságba. Annyira igazinak tűnt. Azért, mert valóban igaz volt. Háromszáz nemzedékkel ezelőtt. Luke elmagyarázza Réinek a Jedi holokronok természetét. Szóval ez volt az első Jedi templom? kérdi a lány. Igen, feleli Luke. Akarod látni a másodikat? A Mustafáron Kájló egy repett tükörbe néz. Elborzad saját tükörképétől. Az arca felét eltorzítja a mesterséges szövet. Az egyik szeme egy kékes hájog. Szörnyeteg lett. Egy haragos üvöltéssel ököllel újra a tükörbe vág. Amint lassan kiegyenesedik, tekintete a sarokban elhelyezett öltözetére és sisakjára téved. A kommunikátora csipogni kezd. Kylo mester, Dathan Naut megérkezett. Dathan hajója leszáll a Mustafári hangárban. Kylo és a Ren lovagjai várják őt. Amint kiszáll, a nő elmondja Kylónak, hogy Snoke kémkedni küldte őt ide, mire Kylo új parancsokat ad neki. Velem jössz a Giacura. Megkeressük a Millennium Falcon utolsó ismert tulajdonosát, Unkar Plattot. Dathan meghajol. Igen, mesterem. Pú Finn és az x találkoznak a rendezvú koordinátákon. Leia elmondja, hogy elküldte Hux hajóját az ismeretlen régió határába. Pó térképen rápillant a régióra. Nincs ott semmi, csak egy haldokló fekete lyuk, mondja. Pontosan, feleli Leia. Az egyetlen módunk legyőzni az első rendet, ha csapdába ejtjük Hux zászlós hajóját egy fekete lyukban, majd belelökjük. De bb is azon a hajón van, nyelt egyet Pó. Azt leszámít, vagy jó terv? Kinek az ötlete volt? Pó arca egy pillanatra megfagy a válasz hallatán. BBAT. A flotta követni kezdi az ostromot. A Jakun, Dathan Naut és két Ren az Unkar Platt előtti sorban állnak. Ahogyan közelednek a sor eleje felé, megpillantják Unkart a hírhed Barter pultja mögött. Odaérve a Millennium Falcon nyomkövetőjét követedik tőle. Unkár rájuk mordul, Semmi olyasmim sincs. Tűnj innen, te kétéltű tengerisűn. Déten csak mosolyog, miközben Unkár becsapja előttük a pultja kapuját. A vibrokardjával jó koradarabot eltávolít a stand oldalából, ami dübörögve a földre zuhan. Ahogy a különféle kereskedők is városiak menekülni kezdenek, Unkár kizuhan a pultjából. A nő újra nekiszegi a kérését. Unkár ezúttal együttműködik. Az Achton Luke, Ré és Csúvi a parton állnak. Ré az újonnan szerzett jetpackkel és a csuklójára erősített vezérlőkkel babrál. Úgy tűnik, hogy az eszköz már jó ideje nem működik. Luke kacarászik, majd az erejét az óceánra koncentrálja. A hatalmas csapkodó hullámok közepette egy tíz emelet magas piramis kezd formát ölteni. Ez a második Jedi templom? kérdi Ré. Igen, alaposan elrejtették. Amint egy kis ajtó kinyílik, Lúk beinvitálja Rét. Csak utánad. Miközben végig a lányt a spirális folyosókon, a titokzatos templom eredetéről beszél. Az idő múlását Ray kiképzése érzékelteti. Odra és a gyerekek a távolból figyelik, ahogyan a Jedi mester és a lány botokkal harcolnak. versenyt követően a célvonalnál Luke arra utasítja rét, hogy egyedül menjen tovább, a sziklákon túl. Azt akarja, hogy egyedül találkozzon egy barátjával. Ré átmászik a sziklákon, és a túloldalon leugorva egy barlangban találja magát, ahol egy hatalmas tengeri szörny a kicsinyeit eteti. A lény egy pillanat alatt rénekesik, akit polipszerű csápjaival megragad. Amint a szörnyeteg a víz alá rántaná ray hirtelen megdermed. Ré döbbenten néz körbe, és pillantja meg a ragyogó istennő módjára előtte álló Ászókátánót. Ászóká az erőt használja, hogy elcsendítsa a szörnyeteget. Csúi is megjelenik a sziklák mögül, és belelő az élőlénybe, aki elengedi az addig fogvatartott rét és visszahúzódik a vízbe. Sok minden él ezen a szigeten. Vigyáznod kell a kicsinyeit védelmező anyákkal, ezekben a barlangokban etetik az utódaikat. Lúk csatlakozik hozzájuk, Ászóka elmeséli, hogy egy ideje itt él, távol a nyomástól, amit a galaxis jelent. A homokúra lassan ürül. Homok szemről homok szemre. Az ostrom fénysebességgel szeli át a galaxist. Hux egyik navigátora bejelenti, hogy hamarosan elhagyják a gyomrot és belépnek az ismeretlen űrbe. Nem tudják, hogy ezek a koordináták hová viszik őket, de Hux kihez vagy győzelemre ignorálja a figyelmeztetéseket és előre törtet miközben lej a hajója üldözi őket. Amint az ostrom kilép a hiperűrből, Hux megpillantja a fekete lyukat. Azonnal megparancsolja az embereinek, hogy forduljanak meg, elkerülendő a fekete lyuk gravitációs terében a csapdába esést. Ám ekkor megérkezik lej hajója, és protontorperóival könyörtelenül bombázni kezdi őket. Pú, Finn és az X-szárnyú harcba kezd az ostromot védelmező tájokkal. Az első rend hajójának a fedélzetén egy nőnemi protokoll droid, CFI-XI, az ellenállás hajóit kémleli egy ablakon át. A csatát látva beszáll egy egyszemélyes mentőkapszulába, és lejje a hajója felé lővi ki magát. A mentőkapszulája mágnesesen kapcsolódik a hajóhoz. A zsiripen keresztül CFI-XI behatol az ellenállás hajójába, és egy csapat ellenálló katona felé siet, miközben azt is dezertálok. dezertálok. Láncba verve viszik előtt. Az űrharc nem áll túl jól. Hux nyerésre áll, amikor BB-8 az ostrom fedélzetén sikeresen belép a hajó számítógépébe és aktiválja a hajtóműveket, amivel a csillagrombolót a fekete lyuk eseményhorizontja felé taszít. Fázma százados és egy zásztó annyi sikeresen hiperűrbe menekül a fedélzetről, de Hux nem ilyen szerencsés. Meghal, ahogyan a fekete lyuk beszívja és darabokra tépi a hajóját. A csata után Leia és Sripio meglátogatja a desertőr droidot a fogdában. Sifai XI elmondja, hogy támadást kell szervezniük Snoke bolygója a Sacrum ellen. Snoke-nak birtokában van egy felbecsülhetetlen erekje, amit titkos fegyverként használ. Leia gyanakvó, de Sripio felismeri a droidot, akit az első rend évekkel ezelőtt rabolt el, így Leia végül hisz neki. A droid elmondja, hogy az új köztársaság biztonsága érdekében az erekét el kell pusztítani. Sifai Exai szakrum koordinátáival is rendelkezik, amit átad Lejának. De figyelmezteti. Mindenkit, aki a bolygóra lép, be kell oldani egy különleges injekcióval. Sifai Exai előveszi a testéből a kis fiolát, amit Lejának ad. Mi ez? kérdezi a tábornok. Mesterségesen létrehozott szitvér, feleli a droid. Az ellenállás úgy tudja, hogy BB-8 elpusztult az ostrom fedelezetén, de potyautas Fázma menekülőhajóján. Fázma rábukkan, és egy gonosz, vörös-fekete BB-droid segítségével behatolnak a memóriájába, aminek eredményeképp hozzájutnak aktó valódi koordinátáihoz. A memóriába hatolás miatt meghibásodott BB-8 testét régi harci droidok maradványai közé hajítják. Mielőtt azonban kialudna a fénye, aktiválja a vészjelzőjét és segélykérőjelet küld Pónak. Pó fogja bb segélykérését. Ő, Finn és a megmaradt x a jelet követve üldözőbe veszik Fazma hajóját. Leia tábornok felbírel öt ellenállás szimpatizáns fejvadást. Megbízza őket, hogy utazzanak a szákrumra, és hozzák el az erekjét. Amint megkapják a Sith véroltásaikat, hajóikban a szákrum felé indulnak. Leia visszaviszi a flottát az ellenállás titkos bázisára, míg a többiek az áktóra száguldanak, Ré és Lúk nyomában. Az áktón Lúk gyermekei felébresztik Rét. Egy dalt szeretnének elénekelni, amit kifejezetten neki írtak. Mindannyian az első templomhoz sétálnak. Míg Lúk fovolázik, Ré bevallja Odrának, hogy miután itt töltött két hónapot, ő sem akar elmenni. Ez az a család, amire mindig is vágyott. Ódrán magához öleli a könnyező Rét, míg Luke gyermekei énekelnek neki. Az idő múlását újabb tréningmontázs érzékelteti. Luke különböző módokon képzi az egyre erősödő t Chewie és Ártó különböző csapdákat állítanak a parton, a közeledő harcra készülve. Ré az antik jetpackkel bütyköl, míg Asuka a másikat próbálja megjavítani. Ré, Chewie, Asuka, Luke és a családja meglátogatnak egy ködös Jedi temetőt. Megemlékeznek Han szólóról. Luke megragadva az alkalmat meséréinek egy közeli titokzatos síról. Egy tásztán nevű ősi szit boszorkány sírja, aki átállt a jó oldalra. Réj megkeresi a sírt, és a sírkő elét érdel. Csodálva bábon egy tenyér a kövön. Tásztán lét tenyenének a nyomát. Ráhelyezi a saját tenyerét. Ódrá megkérdi Rét, hogy volt-e valha születésnapja. Mivel a válasz nem, ezért a család tart neki egy kis ünnepséget. Ray ajándékot is kap. Udra átalakította Luke régi ruháját, hogy rére legyen. Azt a ruhát, amelyikben Luke megmentette az apját. Réi nagyon szereti az első születésnapi ajándékát. Mindeközben a szákromon megérkezik egy magányos elsőrend felderítő hajó. A legyőzött rohamosztagosok beszámolnak Snoke-nak, tábornok fekete lyuk hadműveletéről és a vereségükről. Az irritált Snoke megkísérli megtalálni Kylo akinek azonban a nyomkövetője elnémult. Ré és Aszóká az első templom mögötti sziklás katakombákban sétálnak. Aszóká elmeséri Darth Vader történetét, és mesír az időkről, amikor a lázadók szövetségével harcolt. A történetet hirtelen hangos szirinák szakítják meg. Ré a homokúrához rohan, és látja, hogy alig marad benne homok. Lúk is berohan a templomba, Behatolókat érzek a bolygó körül. Kylo Ren megtalált minket. Rey, Luke és Ahsoka sebesen magukra kapják a harci öltözeteiket és a partra sietnek. A csata predestinált helyére. Csúi és Artú a falkomban repülnek végig a part mentén, várva a támadók első hullámát. Kylo Ren és Dathan Naut a fejlett táj Executorban végig az égen. Az oldalaikon egy-egy TIE Fighter kíséri őket. Chewie és a Falcon egyenesen az Executorra ront, és a sziget felett nyitnak tüzet egymásra. A kísérő hajók leszakadnak róluk, és egyenesen a part felé repülnek. Chewie lerobbantja az Executor egyik szárnyát, ami a partra zuhan. Ahogyan Kylo és Dathan kimásznak a hajóból, szembe találják magukat ászókával és réjel, akik kivont kardokkal várják őket. Az ellenfelek összecsapnak. Kylo támadásai miatt Rey egészen egy sziklafal széléig hátrál a nyomás hatására leugrik, ahol a falkon nyitott tető zsíripe várja. Míg a falkon emelkedik és gyors, 180 fokos fordulatot tesz, Ray körbe rohan a körfolyosón, és kiugrik a hajó ellenkező oldalán nyitott zsiripből, jetpack a hátán. A levegőből üldözni kezdi kylo aki az első templom felé rohan. Az erő segítségével sziklákat vág hozzá, aki futás közben téríti el azokat. A sziget túloldalán az egyik TIE Fighterből három Ren lovagja mászik ki. Luke, a Jedi mester kivont karddal várja korábbi tanítványait. Rájuk ront, és az erő adta teljes repertoáriát rájuk zúdítja. Felsőbrendűsége elsöpri a Ren lovagjait. A lovagok egyike menekülni próbál. Luke üldözőbe veszi, míg a lovag le nem ugrik egy barlangba, megzavarva az ott táplálkozó szörnyeteket. A lovag magatehetetlenül kapálózik, amint a lény magával rántja a víz alá. Míg Asuka és Dathanna a parton vívnak, Kylo mind közelebb sprintel az első templomhoz. Épp mikor Rey megpillantja, a második TIE Fighter lézereivel tűz alá veszi őt. Rey mester ilyen manőverezik a jetpackkel, miközben kardjával elhárít minden lövést. Egy légi manőverrel sikerül a táj tetején landolnia és megkapaszkodnia. A kardjával levágja a vadászgép egyik szárnyát, ami gyors spirálozásban zuhanni kezd. Reed leveti magáról a zuhanó táj, és ő egyenesen a falkon landol. Chewie a második alkalommal is megmentette őt. A zuhanástól azonban a jetpack megsérült. Reed feláll, és a falkont szörvdeszkának használva kezével jelzi csúinak, hogy a templomhoz kell jutnia. jóvá jóváhagyóan felbőg, és a rohanó Kylo megpillantva felé fordítja a falkont. A templomot azonban így is Kylo írja el elsőként. Mire Réi ledobja magáról az immár hasztalan hátrakétát, és a templom bejáratánál leugrik, Kylo már oda bent van. Egyenesen a meditációs csarnokhoz rohan, és megragadja az ősi holokront. A győzelmet Ré az erő segítségével kilöki a markából. Mindketten begyújtják a kardjaikat, és brutális küzdelembe kezdenek. A parton Ashoka legyőzte Dathan akit eszméletlen állapotban fejjel lefelé lógatott egy fáról. A bolygó körül fazma százados hajója kilép a hiperűrből. Pozícióba állnak ahhoz, hogy a szigetet az alsó ágyúikkal lebombázzák. Épp mielőtt tüzelnének, megérkezik Finn, Pó és a raj maradéka. Fazma hajóját megbinítja a tűzrejük. bb utat talál egy szelőző Miután elhagyja a hajót, újra egyesül Póval. Ő és Finn azonnal a bolygó felszíne felé veszik az irányt. A templomban Ré és Kylo élethalál harca közben Kylo lefegyverzi Réit, aki úgy kapaszkodik a világító Jedi holokromba, mintha az életet jelenteni. Amint Kylo a végső, halálos csapásra készül, a teste hirtelen megdermed. Az árnyékból kilép Tiász, Luke fiatal fia. Stázisban tartja rend. Luke lánya, Kay, felugrik és rácsap egy vörös gombra a falon, bezárva mind rét, mind kylo egy áthatolhatatlan erőtérbe. Megvannak. Ahogy Luke és Ashoka megérkeznek a templomba, Kylo azonnal provokálni kezdi egykori mesterét. Még mindig megölhetem. Tényleg itt akarsz tartani a holttestével testével egy örök kivalóságig? Kylo küzdelmesen próbál kitörni az erősztázisból, és a kardját mind közelett olyan Ray szabad nyakához. Réj ekkor már mindkét kezével a holokron szorongatja, ami egyre erőteljesebben villódzik. Hirtelen, akár csak korábban, réteste teste vibrációszerűen eltűnik és megjelenik a valóságunkban. Kylo döbbenetét csak fokozza, hogy ezután réi teljesen el is tűnik. Luke elmosolyodik. Mindig könnyű volt téged becsapni, Kylo? Nem csoda, hogy Snoke ilyen könnyen átállított. Most már a fogjunk vagy? Örökké. Pó és Finn is megérkeznek a templomba, ahol Luke elmondja nekik, hogy kylo elfogták, de rét elvesztették. Snoke bolygóján a Sacrumon legy a csapat a betör a kastélyba. A testőrség tagjaival folytatott küzdelemben egy kivételével mindannyian az életüket vesztik. A megmaradt fejvadász, Kilmit Erg eljut az alsóbb szintekre, egy teremhez, ami egy laboratóriumra emlékeztet. Belép a fagyos terembe és meglát valamit egy üvegbúra alatt holoképet készít róla, amit elküld Lejának. Amint az üzenetet elküldi, Erd nyaka kitörik. Ahogyan az élettelen teste a földre hullik, Snoke mögötte, csontos kezét maga elé tartva. Az ellenállás bázisán Akbar admirális az üzenettel a kezében a tábornokhoz siet. Leja rápillant, és elcsodálkozva csak annyit mond. Egy levágott kéz. A testvérem levágott keze. Elgondolkodtatva folytatja. A kérdés az, hogy Snoke mire használja. Rey a Sith citadellán, a Platinum trónon ül, háromszáz nemzedékkel ezelőtt a régi köztársaságban. Szemei vörösben úsznak, amint számos hű valója hajlón előtte és a nevét kántálja. Döbbenten néz körbe, ahogyan lassan tudatosul benne, hogy a múltban ragadt. Ő immáron Tal lét. Ennyi. Ez J.J. Abrams és Lawrence kezden állítólagos treatmentje a Star Wars 8. részéhez. Mit gondolsz, igazi? Ne feledd a legfelső pinnelt kommentben van egy link egy másik videómra, ahol a dokumentum eredetiségével foglalkozok. Neked tetszett? Szerinted ez az irány jobb, mint az utolsó jedi vagy rosszabb? Írd meg odalent a kommentekben, ahogyan azt is, hogy szívesen néznéd -e meg az Abrams féle 9. részt, vagy a Trevoró féle 9. részt, ami az utolsó jedi folytatása hivatott lenni. Nem soká pedig találkozunk, addig is, sziasztok!